Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Hogyha emlékeztek, az előző részekben összehoztuk a tökéletes viking családot, 7 gyerek, fél láb, 2 halott és 1 élő férj, 1 halott és 1 egy élő szerető, illetve hát a férjünk is a szeretőnk, vagyis hát nem nekünk, mármint hogy nekem meg nektek nézőközönség, hanem Oszlágnak, aki Írország királynője. És aki indul ugye a brit trónért, a brit trón amúgy megnéztem, szóval a brit trón az 2 királyságot igényel, amiből egy megvan, illetve 75 darab grófságot, abból 16 van, meg abból rosszabbul állunk, ugyanakkor viszont van itt egy komoly lehetőség, az, hogy Írország is egy királyság tud lenni. Írország Wales. Persze Írország is, de az már megvan. Na már most. Kicsit kevés pénzünk van, de oda se neki. Hódítani akarok. Megtámadhatnánk akár a skótokat is. Igaz, vannak bajor szövetségeseik, de nem azt mondom, hogy nem jönnek ide a bajorok, mert ide jönnek. Annak ellenére, hogy a valóságban kb. Ez mindenki számára egy nyílt ajánlat lenne, hogy támadjátok meg a birtokaimat, amíg távol vagyok. Közben a magyarok bejöttek a felvidékre, nagyon helyes. Illetve hát ugye a hajózás is egy korlátot jelentene, de hát itt a játékban ez nem korlát, mert a gyalogsereg, amint a tengerre téved, rögtön flotta lesz és áthajózik. No már most. Megtámadhatnánk az észak-velszieket, csak ezren vannak, és kevesebb, mint ezren vannak, és nincs szövetségesük. És akkor közelebb mennénk a Velszi királysághoz is rögtön. Ugyanakkor viszont, amit néztem, az, hogy Angliának csak 2350 embere van, és ugye nyerésbe állnak egy háborúban, itt ilyen Morvabel háborúba avatkoztak be, ki tudja miért, de van esélyünk a győzelemre. Szóval én amondó vagyok, hogy támadjuk meg Angliát. Nem hittem volna, hogy ezt fogom mondani, de így a rész előtt átnézve így a környéket, amondó vagyok, hogy ez egy jó ötlet. Közben mihez van lehetőségünk? A fiunk, Ögmund. Nem módosítjuk a fiunkkal a szerződést. Amúgy a fiunknak nem tudok adni a hercegséget, mert van itt 2 fie Velszi, akik utálnak amúgy minket. Azért utálnak elsősorban, mert itt van ez a legnagyobb mínusz számunk az, hogy offenzív háborúba foglaltuk el őket. Mondjuk annélkül is utálnának minket, de ja, amúgy nem akarunk megölni senkit. Ha korrigáljuk ezt a hibát. Kis esélyünk van téged megölni. Esetleg téged, öreg. Téged nagyobb esélyünk van megölni, akkor téged meg is próbálunk megölni. Illetve hát, hogy a haverkodásban sem vagyunk senkivel, haverkodjunk a Denlói királlyal, mert egyrészt mert miért ne, másrészt meg mert szövetségeseinkkel jóba lenni mindig jó ötlet. És Ulstert el tudjuk bitorolni, el tudnánk, ha lenne 250 aranyunk. Nem tudom, hogy ezt hogy néz neki, adnánk neki 250 aranyat, hogy add át a címedet? Ilyen kedvesek lennénk? Nem leszünk ilyen kedvesek. Ha lenne 2500 aranyunk, akkor se adnánk oda. Majd, ha elveszti az összes birtokát, akkor majd mi leszünk a góré, úgyis ott is. Na de, térjünk vissza a tervhez. A terv pedig az, hogy megtámadjuk Angliát. És Angliát mindjárt mondom, hogy miért fogjuk megtámadni. Egy hercegséget akarunk elbitorolni, de nem ám ezt a farkot. No farok. Hanem Merciát. Ez egy rohadt nagy hercegség. Tényleg rohadt nagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grófság. Ha összehasonlítjuk mondjuk Merciával, az is hogy is hívják ezt a hercegséget? Hogyha összehasonlítjuk mondjuk Cornwall-lal, Cornwall 2 grófság összvisz.
de még maga Wessex is három grófság. Mercia meg akkora, mint a Walesi királyság lenne, hogy kiáltanánk lényegében. Nos. Ja igen, nincs elég presztízsünk. Ezt tudjuk orvosolni. Állítunk egy rúnakövet 50 aranyért. A rúnakő beszéljen a e fölött az ír fölött aratott parád és győzelmünkről. És legyen szerintem mind a három Izland. Hol vagy Izland? Itt van Izland. Legyen Izlandon belül Astrandban, hogy az astrandiak ne csak arra emlékezzenek, hogy ott vesztettem az egyik lábam, hanem arra is, hogy egy bazi nagy rúnakövet odaépítek. Ez ad 250 pietit és 350 presztist a számunkra. Nagyszerű. Jó, állítsuk fel a rúnakövet. Jó, azt hiszem felállítottuk a rúnakövet. Aztán halat üzenünk. Már megint nagyon kornvalt akarja velünk elfoglaltatni, de Mercia értékesebb, ráadásul a Denlói haverjainkkal is így felveszik a szárazföldi kapcsolatot, meg az angolokat is feldaraboljuk, nem mintha ennek komoly jelentősége lenne a játékban. Nos. Akkor itt az ideje, hogy rányomjunk a hadüzenet gombra, ahogy a spártaiak mondanák, háború, háború, háború! No, gyerünk! Tudom, nem vikingek, nem spártaiak vagyunk, hanem vikingek, majdnem azt mondtam, nem vikingek vagyunk. Nos, élből menjünk is rá erre az első grófságra, illetve hívjuk a szövetségeseinket háborúba, hívjuk a de... 350-be kerül? Mi kerül ezen 350 presztízsbe, hogy a Denlót behívjuk háborúba? Három ötven presztízs, na jó, van majdnem 4000 emberük, az jól jöhet. Ugye nem vívtok más háborút. De vívtok. Kikkel vívtok háborút. Ó, a svédekkel, és nem a svédekkel, a majdnem svédekkel vívtok háborút, de oda csak beszálltatok így erősítésnek. Ja, mármint hagy ide. Oké. Nos, mindegy, azért... Kratzhezél kerül ennyiből behívni titeket. Egyelőre erősebbek vagyunk az angoloknál, de... De ki tudja, hogy alakul a hadiszerencse. Szóval amondó vagyok, hogy hívjuk be a dánokat. Akármennyi presztízsbe is kerül. És támadjunk. Oké, egy hónapig leszünk csak mínusz presztízsben. Mehetünk gyorsabban, mármint a játék. Mi nem menjünk sehová, nézzük szépen, hogy történnek a dolgok. És egy frakció, felállt egy frakció ellenünk. Walesi katolikusok, és egy függetlenségi frakció, mind a kettő elég gyenge. Pláne, ha az egyiküket sikerül megölni. Az benn van a frakció, akit meg akarunk ölni egyáltalán? Vicces, de pont az nincs benne frakcióban, meg akarunk ölni, na mindegy. De ha megöljük, nem is tud belépni a frakcióba, nézzük pozitívan. Na, haladjunk. Ami nem lenne hülyeség egy költségtartalékot létrehozni arra a célra, hogy a...
elolvasom. Szóval arról van szó, hogy Izlandon troll támadás történt, és hát egy idős mosónőnek a teteme ezt igazolni látszik, és akkor ugye tudunk tenni különböző dolgokat, az, hogy egy, megölöm magam, kettő, rábízom Hakonra, hogyha ők sikerrel járnak, pest is nyerünk, hogyha Bestia jár sikerrel, akkor pest is vesztünk, illetve akkor stresszesek is leszünk, mert ugye bátrak vagyunk. Illetve mondhatjuk azt, hogy ez valószínűleg egy medve, amivel nyerünk egy kis presztist. Az mondjuk jól jönne. Viszont stresszesek leszünk, mert cinikusak vagyunk és bátrak. Még a cinikusságnak szerintem ez a hozzáállás felelne meg a legjobban, de mindegy. Illetve hát akkor rajt marad a tartományunk, hogy ez a troll támadás miatti mínusz 50 közvélemény. Szóval amondó vagyok, hogy megöljük személyesen a bestiát, és reménykedünk, hogy tényleg csak egy medve. És itt van az angol hadsereg közben. Szóval olyan túl gyorsan nem játszunk. Folyón át nem fogjuk megtámadni őket. Nézzük, mi történt. Fuck you! Na, szóval az történt, hogy kiderült, hogy ez a valami feltűnt közvetlenül mellettünk és a bal oldalunkon lévő katonának ki is tépte a torkát, és ez a valami egy nagyon gyorsan mozgó szörlabda tele fogakkal, alig nagyobb, mint egy kutya, de gyorsabb, mint egy száguldó kard, szóval ez egy Wolverine. Talán Witcher 3-ban láttam hasonlót, de nem vagyok abban se biztos. Na mindegy. Szóval... három lehetőségünk van. Egy, az, hogy megküzdünk vele életre halálra. 25% esélyünk van rá, hogy megöljük. Nyerünk sok presztist. De 74% esélyünk van rá, hogy ő győz. És meghalunk. Ez nagyon durva, ezt biztos nem választjuk. Aztán... de miért ilyen rossz a próbunk amúgy? Lehet, hogy rá kéne menni erre a... bajnoki valamire. Mert ilyen tök jó hadvezérek, viszonylag tök jó hadvezérek vagyunk, kiválóak. És ilyen a... képes. Ja igen, a falába az levesz 4-et mondjuk a küzdő képességünkből. Mi a falábunkkal nem fogunk párbajozni. Vagy ott van egy vadásztábor a közelben, szaladjunk oda-vissza a segítségért. Itt ugye 32% esélyünk van rá arra, hogy győzzünk, 67 pedig arra, hogy maradandó sérülést szerezzünk. Illetve 150 presztízsünket feláldozva, 60 stresszt begyűjtve elfuthatunk. Amondó vagyok, hogy vállaljuk be a permanent sérülést, és bízzunk benne, hogy nem az arcunkat tépi le az a Wolverine, vagy esetleg reménykedjünk benne, hogy győzünk. Győztünk! Nem hittem volna. Hú. 50%-kal gyorsabban építünk törzsi épületeket, ennek köszönhetően annyira felment az izénk, és van 350 presztízsünk. Amiből tekint, hogy az angolok nem olyan gyengék, mégsem mind azt hittük, ugye a szövetségesek még nincs. Egyáltalán nem gyengék. Sajnos. Behívunk valakit még így erősítésben. Hány embered van? 500.
téged nem hívunk be, csak vesztenél. 94, veled miért vagyunk szövetségben? Te szánalmas pandró. No, lehet erős voltam. Mégiscsak a főhősnőm vejéről van szó. Na nézzük, neked viszont van 2500 embered, 150 presztízsbe kerül. Bevállaljuk. Szükségünk van minden erőre. Még akkor is, hogyha elméletileg így is túl erőbe vagyunk, messze magasan, de... Na, soha nem lehet tudni. Oké, egy újabb hadviselő felett hoztuk be az arcot, közben kimennek a tengerre? Nem mennek ki a tengerre. Nem tudom, mit csinálnak. Mindegy, csak osromoljunk majd. Ha messze mennek tőlünk, felgyorsítunk a játékon. Amúgy naná, hogy télen támadtunk. Naná! Ah, itt jön az erősítésünk. Megjöttek a dánok. Hurrá! Szóval a lányunk legyen mérsékelt, vagy pedig legyen igazságos az jobb trade, de tudod mit, lehet mérsékelt, meg van engedve. No, ostrom. Közben hol vannak az angolok? Hova mentek? Nem tudom, hova mentek az angolok. Ó, ott vernek valakit az angolok. Kit vernek az angolok? Kik vagytok? Ti kik vagytok? Háborúznak másra is az angolok? Vagy mi van? Ja persze, hát a sziléziaiakkal háborúznak. És a győztes oldalon vannak, úgy néz ki. Na mindegy. Törődjünk a saját háborunkkal. Közben remélem elfogunk valakit, és egy újabb frakció. Pedig egyre dicsőségesebbek vagyunk. És mégis. Kevesen vannak a frakciókban, mert ugye azért nem hagytunk sok ellenséges elemet, de itt mindenkit ki kell osromolnunk Merciába, mert máskülönben ugye hűbéreseink lesznek ezek a valakik. Újabb szövetséges hadsereg érkezik, nagyszerű. Kettő szövetséges hadsereg, meg vagyunk mentve. Ott mennek közben az angolok. Jó, elfoglaltuk ezt a valamit. Nem is tudom, merre kéne mennünk, hogy ne morzsolódjunk fölöslegesen. Ha minden nagy vonalakban erre kell mennünk, az biztos, szóval akkor a baj csak nem okoz, hogy átmorzsolódunk rajta, 5%-os lemorzsolódás. Annyi még mondjuk, hogy elmegy. Oké, közben már elég sokan vagyunk itt. Meg fogjuk enni Merciát reggelire. Úgy érzem. Felfedezzük magunkat, hogyha egy Wolverine-t kinyírtunk, akkor felfedezzük magunknak az utat. Simán megcsináljuk, simán. Ja, közben van egy perkünk, amit még nem használtunk ki. Ez hasznosabb, egyértelműen hasznosabb, szóval ebbe az irányba megyünk tovább. Közben az angolok hova mentek? Pillanat, csak megkeresem az angolokat. Hol van az angol hadsereg? Nincs angol hadsereg. Megszűnt. Mondjuk meg is szűnhetne, mert tudnám értékelni, ha megszűnne. Ott az angol hadsereg. Ne hagyjátok abba az ostromot semmi pénzért. Hogy rosszabb meg ezt benneteket. Küzdjünk meg az angolokkal. Csináljunk valami hasznosat. Mm,
jönnek utánunk a szövetségeseink, szóval bevállaljuk a csatát. Jó. Ja, nem mi vezetjük a harcot, na mindegy. Megsérült az egyik bajnokunk, konkrétan az egyik herceg. Még egy bajnokunk megsérült, de győztünk. Nagyszerű. Gyönyörűség, és el is fogtunk valakit, nem fogtunk el senkit. Francba. Hol a hadseregünk? Hadseregünk menjen ide, osromolja ki ezt a valakit. Nagyszerű. Csatából 20%, 26 foglalás volt, de egész Merciát el kell foglalnunk, szóval itt ebben a kampányban ugye az lesz a nehéz, hogy ezt az egészet be kell foglalnunk. Micsoda? Jó, egyelőre nem törődünk vele. Azért nézzük meg. Kiányzik a stewardunk. Ki a legjobb steward? A legjobbra vagyok kíváncsi. Te leszel az új stewardunk. Kancellárban amúgy van jobb? Mert ha van, jobbat szeretném. Nem a nagy képűbbet, hanem a jobbat. Húsz véleményt veszthet, azzal nincs gond, 95-ön áll. 20-at nyugodtan elveszthet. Jó. Közben hogy halad a haverkodásunk ezzel? Sehogy nem halad kb. Kb. Mind a merényletkísérletünk a másik ellen. No. Közben szövetségeseink hősiesen osromolnak. Ti kik vagytok? Háborunkból ugye nem szállt be senki. Időnként rá nézek. Egy inkább rossz szóment kapjon, mint jót. Ez milyen hadsereg? Winchester. És egy hivatalos angol hadsereg? Hivatalos 5500 fős angol hadsereg. Az nem tudom, hogy honnan vakarták elő. 2300 katonád van. Hibéreseid nem léptek be a háborúba, ha jól tudom. Nem lépett be senki a háborúba, jól van. Akkor itt maradunk, és... Szóval maradunk. És nem tudjuk, hogy hova megy az az 5500 angol. És kikkel harcol. Azt se tudjuk, na mindegy. Egyelőre nem a mi ügyünk. De hogyha ott valami történik, megbetegedtünk. Tekintve, hogy tudjuk, hogy te kb. Úgy vagy orvos, mint Dr. Bubó, szóval csak óvatosan járj el, mi a betegségünk. Fogalmunk sincs, mi a betegségünk. Hány évesek vagyunk? 46. Jó egészségügyi állapotnak örvendünk. Szóval csak ami szükséges, azt tedd meg. És kiváló munkát végzett. Nem is néztem volna ki belőle. Habár mégis viszonylag okos. Kiváló filozófus, ami azt illeti, következésképpen jó orvos. Ki ez? Ki ez az ember? Shift-es, akkor valami nő.
Bergdóra. Van egy tippem, akkor ez az ulsteri nőszemély lesz, az talán. Nem. Akkor... akkor fogalmam sincs, na mindegy. Á, az nem jó, nem jó. A skótok beszálltak a háborúba. Jaj, ez fordíthat akár a háború menetén. És ezeket az angol hadsereget nem tudom értelmezni. Eltek nincs ennyi katonájuk, szóval... ha ebből valami bullshit jön ki... Akkor szerintem... Most nézzük, mi történt. Szóval Vigdis, az egyik lányunk. Más gyerekekkel volt szó. Amikor ez a másik lány megpróbálta fellökni. És kitört a verekedés a gyerekek között. Haragos legyen a lányunk. Vagy pedig legyen megbocsátó, vagy pedig legyen... Mit is jelent? Ilyen érdektelen. Legyen haragos, az áll hozzánk a legközelebb. Mármint a természetünkhöz, így családilag. Jól van, akárkinél is támad az 5300 fős sereg, mi le fogunk csapni. Amúgy csatát, ha nem muszáj, nem fogunk vívni. Gyorsan! Mindenki oda! Gyorsan! Született egy lányunk, ugye ezek nem... Nem... Ja, egy unokánk született. Ó, nevezzel rólunk. Milyen drága. Na, talán leverjük őket, de nem tudom, hogy honnan szedték össze ezt a bullshit sereget. Fogalmam sincs. Egy skótot se láttam, csak úgy mondanám. Vigyük véghez ezt az ostromot, még mielőtt. És történik valami. Mert nem fogjuk tudni végigtolni ezt a háborút, mármint hogy így, hogy megverjünk ténylegesen mindenkit. Nem tudom, honnan szedték ezt, melyik testnyillásukból húzták elő az angolok ezt a sereget. Komolyan tanácstalan vagyok. Ugye nem kezdtek csatába. Kockáztassuk meg, nem rosszak ezek az esélyek. Na, meghalt végre a cselszövő. Dúl tovább a rútviszály. Lévén, hogy leeltetik az egyik skótot a láb alól, és skótot az egyik velszit láb alól, megörökölte a másik velszi. Úgyhogy ugyanúgy utál minket, nagyszerű. Talán elfogadja. Mindegy, térj meg, az a lényeg. Te? Talán te is elfogadod. Oké, próbálkozunk meg veled is. Sőt, próbálkozunk meg ezzel a nőszeméllyel is. Ha már írek, legalább legyenek vikingek. Vikingirek. Aki visszautasítja, azt megöljük. Előre figyelmeztettük őket. Jó. Jól van. Te utasítottad vissza először, szóval... Tehát a nőszemét könnyebben megöljük. Hm.
Hát egy weak hookot el fogunk fogadni. Ja, rögtön jobban vagyunk. Talán téged könnyebben megölünk? Csak hogy folytassuk. Á, könnyen. Könnyen, francokat könnyen. Közben az angolok ott harcolnak mindenkivel és lenyomnak mindenkit. 79%-on állunk közben. Maradjunk közel a szövetséges sereghez, mert együtt van esélyünk győzni. Ne adjátok fel az ostromot, semmiképp. Kidobjuk a zsoldosokat ezúttal is. Ünnepség van Reykjavikban. Nem fizetünk, az biztos. Ez milyen hadsereg? Skótsereg a francba. Jól van, rögtön amint történik valami, megindulunk a szövetséges sereg felé, mikor a nagyobbik szövetséges sereg felé. Történt valami. Szóval menekülünk hozzájuk. Összpontosítsuk erőinket. Maradj ott. Lehet jobb lenne egy részenként megütközni. Ja, vállaljuk be itt az ütközetet részenként. Itt sorra be fognak érni a mindenféle erőink. Ütközzünk meg velük. Mindjárt beérkezik az erősítés. Közben meggyógyultunk. Az egyik bajnokunkat közben levágta az ellenség. Jó, és a skótok nem jönnek segíteni az angoloknak. Nagyon helyes, nagyon helyes. És újból felpofosztuk az angolokat. Nem fogunk pénzt költeni. És ha már így lendületben az ország, meg minden, akkor megindulunk ezek ellen is. Reméljük, hogy jön mindenki utánunk. Folyón át nem vállaljuk be a megtámadásukat. Ugyanakkor viszont jelentenek ránk némi veszélyt, szóval követjük őket a folyó túloldalára. És amint lehet, nekik megyünk. Itt. Erősítést kérek, erősítést kérek. Siessetek, meghalunk mind. Gyerünk, gyerünk. Ha, az egyik bajnok megint megsérült. Ők már mennek éjszakra. Hát a győzelem már annyira kezünkben volt, úgy tűnik, hogy trancsírozzuk fel ezt a hadsereget is, közben elfogtunk végre valahára valakit. Egy grófot. Számít az a háborúban? Gróf? Nem számít az a háborúban, szóval kiadunk téged pénzért. Van 250 nagyon, és elkérünk belőle 50-et. Milyen nagy lelkűek vagyunk. Oh. Eszem a szívünket. Ja, közben... Ja igen, itt megütközünk ezekkel. Azt hiszem. Vagy... Ja igen, a megtervezünk ütközni, üldözzük őket. Keményen. Megütközünk velük, akárhova is menekülnek. Jól van, angolok. Ütött az órátok. Az ennek, hogy elfoglánk az angol királyt utána már, úgy... A király megsebesített az egyik bajnokunkat.
Nos, azt hiszem kicsit fellélegezhetünk. És folytathatjuk a foglalásokat végre valahára. Nos, Angliának és Skóciának maradt 1500 embere, nekünk 6500, kicsit jobban állunk. Sötákból azért szedtünk presztist is össze. Ja. Ugye ez eloszlik persze a szövetség tagjai között, de a csatákból jó sok presztist össze lehet szedni. Presztist, meg izét is, fietit. Magyarul kéne mondanom, ájtatosságot, vagy nem tudom. Valami ilyesmit, értitek? Mi hiányzik itt? Az udvari orvos. Biztos meghalt csatába szegény. Na, keressünk udvari orvost, hát ha ezúttal találunk tényleg valakit, aki orvos. Szóval akinek... Értitek? Tudjátok mi az orvos? Na. Közben van... Ja, már megijedtem, hogy az a mi hadseregünk. No, elolvassátok. Na szóval találtunk egy kastélyt valahol, és hát ugye dönthet, de hát ugye szellemeket vélnek ott a katonáink felfedezni, és dönthetünk úgy, hogy bemegyünk, hát ha találunk valami kincset ott, vagy dönthetünk úgy, hogy kint táborozunk le, ami a katonák morálját megemeli 10 évig. Tekintve, hogy háborúzunk, az utóbbi most fontosabb mi szempontokból, mint a kincsek, szóval ezt választjuk. Udvari orvosnak pedig, nézzük mi azért ez, nagyon okos vagy, igaz már 48 éves. És te kerülsz 50 aranyba, és te? Te értesz a kardokhoz, paranoiás vagy. Te az intrikához értesz inkább. Szóval egyértelmű, hogy ezt a nőszemét fogjuk felvenni, még 50 aranyba kerül is. Ingebjörg, vagy Ingibjörg? Jer. Amilyen bájosan mosolyog. Teljesen meg van tőlünk rettenve. Tényleg hányas zredünk van? 36-os zredünk van, ez nem is olyan vészes pedig. És hány embert töltünk meg? Hát, aki azt hiszi, hogy 36-os dreadünk van, az nem látja ezt a screent, úgy érzem. No. Közben itt morzsolunk, mint az állat, mert ugye ketten osromoljuk ezt az egy darab erődöt. Na mindegy, mondjuk, hogy megtehetjük. Oh, mi történt veled, Ögmund? Mibe haltál meg? Ó, sebeibe halt meg. Meghalt a fiunk 23 évesen. Harmincas sesszet is kapunk miatt. Az meg a másik. Ögmund, ne csináld ezt velünk. Közben viszont akkor ez a fiunk, ez az unokánk, akkor viszont... lehet herceg szerintem, és ami azt illeti, azt hiszem, hogy leellenőrzöm, mi a székhelye. Ez a székhelye. Neked tudunk adni birtokot? Neked vissza tudjuk vonni a titulusodat? Vissza bizony. Nem fogja? Talán elfogadja? Hát ne szórakozzunk. Én vagyok a nagyanyád. Sársul ez egy zsarnoki aktus lenne. Menj a francba. Nem tudom megölni az unokámat. Minden esetre a titulust, ha nem is övé a főváros, akkor is kiosztjuk. Bajlódj te a mindenféle velszi hűbéreseinkkel, jó?
kicsi Ögmundson kemény 2 éveddel. Oké, és a túl sok hercegség az akkor megy a kukába. Tudunk változtatni a kontraktodon, de te már... Ja, de te vagy a Velszi hercegünk. Ja, igen. Lehet, hogy változtatunk a kontraktodon. Növelhetjük a katonai hozzájárulásodat. Oké, és így nem számít. 15-tel csökken a véleménye, nem baj, azt még kibírjuk. Adj több katonát. Huszonöt katonáért nem éri meg igazából, az 3 különbség. Egyelőre nem, de majd később, hogyha Velsz jobban teljesít, akkor megfontoljuk. Na, de ostromoljuk ki azt a izét, mert már elegem van. Húzzunk bele. Komolyan, 5 ott áll 4340... Meghalt ez a nőszemély. Nagyon helyes. Már hamarabb meg kellett volna. Te ki vagy? Te vagy a kémmesterünk. Nézzünk neked egy férjet, aki legyen, ki kell a kancelláriába. Vagyis a kancelláriában megelőzte a kérdés a választ. Szóval legyen ez a Refír, és akkor lesz egy új kancellárunk. Kincstárosból melyik a legjobb? Kincstárosból is van jobb, de kancellárral így sokat lépünk előre. Nőági természetesen. Na gyere a mamához. Maradj ott. Jó. Illetve cseréljük le a kancellárt. Nem arra tehetségtelen nőszemélyre, hanem erre Refírre. És Refír, emeld a belső viszonyainkat kivételesen. És van egy elérhető perkünk. Haladjunk ezen a fán is kicsit. Soldosokat nem tervezünk felvenni azon egyszerű oknál fogva, hogy nincs pénzünk. Nos, ez a háború viszont már tart pár éve, Merci akármilyen nagy és akármennyire is megérje, azért ezért komoly árat fizetünk, nem érdekel. Nem fizetünk. Minden csak fizetni ne kelljen. Jó, meghalt a pupos. Oké, hát meghalt. No. Elolvasom. Na szóval arról van szó, hogy sokan panaszt tettek a királyra, illetve hát a királynő férjére, hogy sok vele a gond, és akkor itt számizhetnénk, illetve hát állhatnánk az oldalára, illetve mondhatnánk azt is, hogy nem érdekel minket. 40 stresszünk van, egyelőtt stressz miatt még felesleges aggódnunk, úgy érzem. Hogy ne vesszünk össze vele, álljunk az ő oldalára, persze ez helyieknek nem fog tetszeni, de annyira nem érdekel minket.
birodalmat vezetünk már most szinte. Szóval nem fogunk aggódni. Ti ott miért nem foglaltok? Igen, felnőttél és nincs férjed. Nézzük neked egy jó férjet, jó? Katonai erő alapján nézünk lehetőleg. Na jó, teszünk a katonai erő egyrészt. Mindegy, majd kiválasztjuk a végén. Összes skill alapján nézünk. Itt van ez a szapora, 66 éves ember. Szóval... 10 évvel lehetsz idősebb, jó? Itt van ez a Hove, ez a Velszi kereszt katolikus. Nem. Itt van ez az Ivár fiú. 17 éves. Hát nagyon leromlott az állomány. Hozz be egy harcost, ő úgyis hamar meg fog halni. Ne legyünk ilyen szemetek. Hát nincs semmi érdemleges lányom. Nincs. Akkor legyen ez az ír. Legyen ez a... Ő északi, 17 éves. És viszonylag okos legalább. Legyen egy okos ember is az udvarban. És Desmonddal így javítunk a viszonyokon. És nem fogadod el. Ott akarod innen? Mi vágit kérünk, köszönjük. Itt van ez az északi, Helmigr, jó diplomata, és el fogja fogadni. Nagyszerű és magasabb legalább a feleségénél ellentétben ezzel a Youngvarral. Neki az a képessége legalább, hogy túléli mellettünk. Ez is valami, de Termetre az első volt az, aki még elment. Közben hogy állunk a háborúval? Úgy állunk, hogy éppen ki akarják a sonos a birtokot, de mindjárt rajtuk ütünk. Kiváló. Csak ugyan. Ide megyünk. És támadunk. Jó. És megnyertük a háborút. De ugyanakkor el kell foglalnunk minél több területet, hogy ne legyenek angol alattvalóink úgy nagyon. Ja, foglaljunk. Legyen bátor, az egy jó tulajdonság. 532 angol. Fogjunk? Nincs. Lassan fölösleges is megkérdezni, hogy van-e fogjunk, mert nincs fogjunk. Fogoly az olyan dolog, ami nem létezik. Még azt a 432 angolt szétverjük majd. Miért kiosomoltuk ezt a birtokot. Győztünk. Akkor van lényegében egy rakás angol hűbéresünk. Az ír kígyó bevette magát. Nos, pénzünk viszont... Nézzük meg leosztásban. Valahogy nem tudnám megtiltani, hogy ne... Szóval, hogy...
valahogy nem lehetne törvényt hozni, hogy visszavonjuk. Ennyi a törvénykezésünk, hát ez azért már baj, ez komoly baj a játékkal, hogy ennyi a törvénykezésünk. Na nézzük ki, mi Merciának a törvényes központja. Mercia törvényes központa pedig Warwick sír. És ez a mi kezünkön van legalább? Warwick sír legalább a mi kezünkön van. Hurrá! Akkor azt megtartjuk. Illetve megpróbálunk talán átmenni feudálisba. Nem is tudom. No, de akárhogy is lesz a területi rendezés, dicsőségesen háborút nyertünk, bekígyóztunk Angliába, Angliát lényegében teljesen tacsra vágtuk, se katonailag, se pénzügyileg, se erkölcsileg, mindenhogy hullák. Hamarosan lényegében ilyen abszolút irreleváns szereplővé süllyednek le, mellékesen Skócia ugyan annyira nem ül a trutyiban, de Skócia is azért elég nagy bajban van, és nem mellékesen, mi viszont nem vagyunk bajban, sőt, kiváló állapotban vagyunk. No de, azt hiszem már ennyi voltam. Úgy gondolom, hogy ez egy kimondottan izgalmas rész volt, nem mint hogyha nem lenne mindaz. Na jó. Köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el lájkolni, meg feliratkozni, most mondom el először, majd ezentúl gyakrabban fogom mondani, hát ha hallgattok is rám, na sziasztok!